game in Budapest against Beatz. What are your expectations? I expect us to get better from these last two games and compete. And I mean, if we do what we need to do, I think we can come out and win. Well, we have a smaller rotation now due to Keyon's departure. How your role changed this time? So when Keyon is here, she's obviously a great scorer. So it took away that pressure of having to score. But actually, it's not really pressure. It's more of a different challenge. Now I have to, like, when she was here, I could focus more on defense because she could score. But it's challenging me to play defense and score and everyone else to come together and be a better team. So. Nem változik a keretünk két nap alatt, tehát nem árulok zsákba macskát. Egyszer meg kell próbálni ezzel a játékos állománnyal tényleg három napon belül gyakorlatilag két extra fontos meccset lejátszani. Az, hogy mennyire leszünk frissek és milyen teljesítményt tudunk nyújtani, az arra én is kíváncsi vagyok. Gyakorlatilag meg kell próbálnunk mindent, és hogy itt karácsony előtt gyakorlatilag egy győzelemmel tudjuk zárni ezt a nagyon nehéz etapot. Okay, this will be your last game before Christmas. How will you spend your Christmas holiday? How can you contact your family or your friends? So for Christmas this year, I'm gonna be spending it with the other team. So the other Budapest teams were having a little Christmas party, and just something small and something, because that's all we can do. We're all in the same situation, so we're all here for Christmas, and that's all we can do. We're all American, so we connect on that level. And my family, just FaceTime. That's all, really. Is your family in United States or in Ghana? My dad and my brother are in United States, and then my mother is in Ghana. Ha már említed a karácsonyt, a túlsis családban hogy fog telni? Hát szokásosan, ahogy szokott, gyakorlatilag család, ebéd, vacsora, végre egy kis pihenővel, mert azért az valljuk be, elég kevés volt itt az utóbbi időben, úgyhogy lesz egy-két napos szusszanás, és onnantól kezdve folytatjuk a munkát, hiszen a két ünnep között mérkőzést játszunk. Okay, let's have some fun. Do you know in Hungarian how we say Merry Christmas? No. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Boda. Boldog karácsony. See, I can't say those words correct. Could you pronounce boldog karácsony? Boldog karácsony. Karácsony. Boda karácsony. Keres minket a közösségi médiában, és gyere el ingyenes hazai mérkőzéseinkre a Ludovika Arénába. Hajrá csata!